Jó estét kívánok, jó estét kívánunk. Szeretettel köszöntjük a itt megjelenteket és mindenkit, aki online követ bennünket. Azzal szeretném kezdeni, hogy a plakáton Takács Mónika kolléganőm és barátnőm neve szerepel, mint aki ezt a mai beszélgetést vezeti. Én Faluvégi Katalin vagyok, Mónika COVID-pozitivitás miatt nem tud most itt lenni, úgyhogy én ugrottam be a helyére. Ő ezt nagyon jól csinálja, tehát nagyon jól vezeti ezeket a beszélgetéseket. Én nem leszek olyan jó, előre is elnézést kérek a csonka bunkaságokért, de azért próbálkozom, hogy szép legyen ez az este. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és azt külön nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szépen viselik a maszkot. Én is mindjárt, hogyha bevezettem az estét, akkor ezt vissza fogom helyezni. A két főszereplőt szeretném önöknek bemutatni. Dr. Kővári Zoltán lesz az est előadója, akinek meglehetősen széles képzettségi és tevékenységi palettája van, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészdiplomával, pszichológus diplomával rendelkezik, illetve klinikai szakpszichológusként is dolgozik. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karán, a Pszichológiai Intézetben dolgozik habilitált egyetemi docensként. A kutatási területei kreativitás, a pszichobiográfia, pszichoanalitikus és egzisztencialista keretezésben, és itt a művészet és pszichoanalízis sorozatban, ha jól számoltam, akkor 2010-től egészen mostanáig 5 előadást tartott, talán ez lesz a 6. És hát ezek az előadások illeszkedtek a kutatásaihoz és az érdeklődéséhez. Olyan személyeket beszéltek meg, szerintem önök közül is vannak itt, akik hallották már ezekből az előadásokból. Tehát olyan személyek kerültek itt elő, mint Kosztolányi Dezső, Csárd Géza, Nietzsche, Wagner, Csontvári, Koszka Tivadar, és ez a mai előadás, ez talán úgy lehetne összegezni, vagy úgy azt lehetne mondani, hogy Zoltánnak az egész érdeklődési körét és az eddigi kutatásait felüleli. Szeretettel ajánlom a figyelmükbe, tehát Kővári Zoltán Dosztojevszkijtől az egzisztencializmusig Szondi sorsanalízise pszichobiográfiai megközelítésben című előadását. Aki abban lesz a segítségükre, hogy még inkább élvezhető és szakavatott tolmácsolásban jelenjenek meg a szövegek, P. Pető Szandrás művész úr lesz, aki tehát színművész, számos helyen játszik, különböző társulatoknál lép föl, és hát ő is egy meglehetősen színes egyéniség, már ez a internetről is kiderül, zenében is otthonosan mozog, van egy saját Dixieland zenekara, és tőle sem áll távol az oktatás, ugyanis a Corvinus Egyetem színjátszókörét vezette, ahogy most beszélgettünk róla, ez most éppen nincsen ez a színjátszókör, de nagyon büszke rám, hogy vezethett, és nyilván fog ő még ilyet csinálni a jövőben is, úgyhogy ő is egy meglehetősen gazdag személyiség, és hát szerintem ez ebből a mai előadásból remekül ki is fog jönni, mind a kettőjüknek ez a sokrétűsége. És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk, itt a Fugában, és külön is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget Őri Júliának, aki a Fuga művészeti vezetője, valamint Asbóth Kristófnak, aki pedig a technikai vezető. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és reméljük, hogy máskor is jöhetünk majd ide. Átadnám akkor a szót az uraknak, és kívánok tartalmas és örömteli kikapcsolódást, élvezetet, szellemi gazdagodást. Érezzék jól magukat. Köszönjük szépen. Jó estét kívánok. Köszönöm szépen Katinak a felvezető szavakat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy itt vannak. És mint Kati említett, ez már a 6. alkalom, hogy a művészet és pszichoanalízis előadás sorozatban részt vehetek, és szeretnék megemlékezni a sorozat korábbi vezetőjéről, Valahi Annáról, aki már
évek óta nincs közöttünk, és ő volt az én doktori értekezésemnek az egyik opponense, úgyhogy ezen keresztül is kapcsolódtam szorosan, és kapcsolódok ehhez az előadássorozathoz. Ez a mai előadás, mint Kati is utalt rá, ez Szondi Lipótról szól. Én nagyon örülök, hogy beszélhetek róla önöknek, nektek. Ugyanis azt gondolom, hogy Szondi Lipót megközelítésének, a sorsanalízisnek nagyon fontos aktualitása van. A pszichológiában akár a keményebb kutatásokat, vagy akár a mindennapi pszichológiát és az ismeretterjesztést nézzük, látjuk azt, hogy egyre népszerűbb és egyre nagyobb teret kap a transzgenerációs felfogás, a transzgenerációs traumáknak a jelentősége, és sajnos nem sokat beszélnek arról, hogy ez a szemlélet először Magyarországon jelent meg az 1930-as, 40-es években, mégpedig Szondi Lipótnak, a jóvoltából, aki megalapította itt Magyarországon a sorsanalízis elnevezésű irányzatot, és hát tulajdonképpen ez volt az első formája a pszichológián belül ennek a megközelítésmódnak, és hát fontosnak tartom, hogy minél többen tudjunk az ő munkásságáról, ami egy páratlanul gazdag és átfogó és egy zseniális találmány. És a mai előadáson elsősorban arról szeretnék önöknek beszélni, hogy milyen személyes élményekből fogant ez a sorsanalitikus megközelítés, mert ugye a kreativitás kutatásból tudjuk azt, ami szerintem sok mindenki számára világos, hogy a művészi alkotások hogyan szökkennek szárba a művésznek a személyes élményeiből, de az, hogy a tudományos kreativitásnak a produktumai is időnként visszavezethetők vagy összekapcsolhatók az alkotónak a személyes élményeivel és a meghatározó tapasztalataival, az arról jóval kevesebbet beszélünk, ugyanis ezeknek a kimutatása jóval bonyolultabb feladat. Az előadás elején egy nagyon rövid szedben beszélnék az irodalmi és a pszichanalízis pszichológia viszonyáról, mert tulajdonképpen ez az előadás is erről szól, arról, ami ugye a pszichanalízis vagy a mély lélektani megközelítésekben mindig is nagyon fontos szerepet játszott, hogy az irodalmi, a művészi megközelítés és a pszichológiai megközelítés az nem válik el egymástól nagyon élesen, hanem áthatja egymást, meg kölcsönösen megtermékenyítik egymást, és így fogunk eljutni Szondinak a munkásságáig, ugyanis ahogy a címből kiderül, az ő életében nagyon nagy szerepet játszott Dosztojevszkinek a hatása, ami viszont reflektált vagy hozzákapcsolódott egy nagyon fontos személyes élményhez, ezt szeretném majd mélyebben kibontani, és végül, hogyha marad idő rá, akkor még egy kicsit tovább mennék, és arra is rámutatnék, hogy hogyan vált tulajdonképpen ez a sorsanalitikus megközelítés, ami legelőször családfakutatásokból, egy ösztöntesztnek a használatából bontakozott ki. A második világháborút követően sok tekintetben Szondinak a saját személyes élményének hatására hogyan nyitott és hogyan fogadta be a különböző egzisztencialista hatásokat, hogy milyen fontos közös pontjai vannak a sorsanalízisnek és az egzisztencialista filozófiának és az egzisztenciális pszichológiának, aminek szintén nagyon fontos aktualitása van, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években, egy-két évtizedben megint sokat foglalkozunk az egzisztenciális megközelítéssel, többek között amiatt, amilyen irányba változott a világ körülöttünk az elmúlt években. A mély lélektan és az irodalom kapcsolata már rögtön a kezdetektől fogva egészen világosan megmutatkozott, ugyanis Freud, amikor 1895-ben még Breuerrel, idősebb kollégájával megjelentette a Tanulmányok a hisztériáról című művét, ami ugye a neurózisnak az első igazán jelentős megközelítése, értelmezése volt, akkor az egyik esettanulmányok az epikrízisében a következőt írta Freud. Őt is meglepte, hogy az esettanulmányok úgy olvashatók akár egy novella, és úgy szólván nélkülözik a tudományosság komoly jellegét, amiért nyilvánvalóan inkább tehető felelőssé a tárgy természete, mint az én személyes elfogultságom. Azon lelki folyamatok részletes bemutatása, amelyet az íróktól szokhattunk meg, megengedi, hogy néhány kevésbé szokásos pszichológiai
módszer alkalmazásával betekintést nyerjek a hisztéria lefolyásába. Tehát már itt nagyon világosan rámutatott Freud arra, hogy amikor a pszichológus a lelki folyamatoknak a dinamikáját próbálja megérteni, független attól, hogy kóros vagy mindennapi jelenségről van szó, ugye a pszichanalízis egyébként is hangsúlyozza a jelentős átfedéseket a kettő között, akkor tulajdonképpen nem tehet mást, mint ugyanazt a fajta narratív szemléletet alkalmazza, mint amit már jó ideje akkor a komolyabb regényíróktól, például Dosztojevszkitől is megszokhattunk, akit Freud nagyon nagyra tartott, és azt mondta, hogy mindaz, amit a pszichanalízis előtt a pszichológiáról, az emberi lélek mélységeit tudni lehetett, az benne van Dosztojevszkinek a műveiben. Na most ennek ellenére Freud csak egy évtized múlva kezdett közelebbről foglalkozni az irodalmi művek és a művészeti alkotásoknak a pszichológiai jelentőségével, mégpedig nem úri passzióból, hanem a kutatásai szisztematikusan vezették el idáig, ugyanis azt látjuk, hogy az pszichanalízisnek az első másfél évtizede az leírható úgy, mint a tudattalan nyelveinek az egymás után történő felfedezése, és az ezek közötti összefüggéseknek a megragadása. Ugye Freud először abban mutatta ki a tudattalan hatását az emberi lélek működésére, hogy a neurotikus tünetekkel foglalkozott, aztán ezzel párhuzamosan pedig az álmok is hasonló benyomást tettek rá, az álmokon keresztül megnyílt az út a mindennapi jelenségek felé, ugye mert álmodni mindenki szokott, és egészen hasonlóan, és így terjesztette ki a pszichanalitikus szemléletet az elvétésekre, majd a viccre, és ebből szisztematikusan következett a művészet nyelvének a megragadása. Ugye ezek között nagyon szoros összefüggés van, például ugye a viccel kapcsolatban mondta Freud azt, hogy a komikum az esztétikai hatásnak az egyik legfontosabb alapelve, ugyanúgy katarzist okoz, mint a művészeti alkotás, vagy mint a pszichoterápia, vagy mint a szerelmi együttlét, tehát hogy ezeknek nagyon fontos közös gyökerük van, mindegyik az ösztönös vágyakhoz kapcsolódik, mindegyikben megjelenik a szorongás, az elhárítás és egyebek. És hát ugye 1907 és 1910 között írta meg azokat a műveit, amelyeket a mai napig a pszichoanalitikus vagy mélylélektani megközelítésű művészetpszichológiában használnak, és még annyit érdemes megjegyezni, hogy utána már csak egy ilyen nyelvezetet tárt fel Freud, ez pedig az ismétlésnek a nyelvezet, ami például a traumatikus álmoknak az ismétlésében, vagy a traumatikus élményeknek a tudattalan ismétlésében mutatkozik meg. Na most egy jó 100 évvel később egy irodalmi és pszichológia kapcsolatával foglalkozó szerző, Fatali Mogadem megpróbálta rendszerezni az irodalmi és a pszichológia lehetséges kapcsolatait. Ezekben nem fogunk mind részletesen belemenni, hanem a baloldali oszlopra szeretném felhívni a figyelmet, amikor ugye azt mondja, hogy az irodalomnak milyen fontos szerepe lehet a pszichológiai kutatásoknak a kibontakozásában, a pszichológiai sajátosságoknak a megragadásában, és ugye ez történhet úgy, hogy valaki irodalmi műveket használ a kutatásában dokumentumokként, és történhet úgy is, és itt fogunk eljutni Szondi Lipótig és az ő Dosztojevszki élményeig, hogy az irodalmi mű, az irodalmi esztétikai befogadási folyamat lesz az, ami az illető számára pszichológiai belátásoknak a forrásául tud szolgálni, és a tudományos kibontakozás, vagy tudományos kifejtés, az tulajdonképpen ennek a megvilágosodásnak valamiféle elaborációját, vagy kidolgozását jelenti. Úgyhogy akkor így most eljutottunk Szondi Lipóthoz is, és az ő munkásságához, és akkor most megkérném Andrást, hogy olvasson fel egy részletet Szondi Lipótnak a Sorsanalízis és Önvallomás című írásából, hogy egy kicsit betekintést nyerjünk abba, hogy Szondi hogyan látta az ő saját pályájának az indulását. 1893. március 11-én születtem Nyitrán. Apám 12. és anyám, apám második felesége, 8. gyermekeként. Apám zsidó volt,
foglalkozására nézve cipész, ám főképp zsidó írások tanulmányozásának szentelte életét. Mikor 5 éves voltam, a család Budapestre települt át, ahol a felnőtt fiú és lánygyermekek tartották el a családot. Miközben az apám napról napra hajnali 5 órai kezdettel olvasta Héber könyveit, vagy, mint autodidakta segédrabbi, többnyire a nagy ünnepnapokon istentiszteleteket vezetett. Ebben a környezetben apám vallásos emberré nevelt. Mégis más tényezőknek is szerepet kellett játszaniuk, mivel a 7 fiú gyermekből egyedül én voltam az, aki haláláig mindig elkísérte őt a templomba. Mikor meghalt, 18 éves voltam, épp az érettségi előtt. A zsidó szokások szerint 1 teljes évig mondtam a Kaddisnak nevezett halotti imát hajnalban és este hangosan a közösség előtt. Ebben az évben kebelezte be az énem az apámat. Ezek a mély nyomok irányítottak később tudományos munkáimban, még akkor is, amikor a zsidó vallás dogmatikus szokásait már feladtam. Továbbra is zsidó és hívő maradtam. A hitfunkció szerepe a sors analízisben valószínűleg szorosan összefügg az apai neveltetéssel. A választás problémája röviddel az érettségi után merült fel bennem tudatosan. Szenvedélyesen olvastam Dosztojevszkij műveit, és a Bűn és bűnhődés, illetve a Karamazov testvérek című regények olvasása közben kérdeztem meg magamtól először. Miért választott Dosztojevszkij előszeretettel gyilkosokat és szenteket regényei hőseül? Szerencsére ekkor még nem olvashattam Freud, Dosztojevszkij és az apagyilkosság című munkáját, mivel az csak 1928 őszén jelent meg a Die Urgelstadt der Brüder Karamazov című kötet bevezető tanulmányaként. Így dolgoztam ki egy fiatalember merészségével saját teóriámat, mely akkoriban valahogy így hangzott. Dosztojevszkij azért tudta a gyilkosok és szentek lelki világát ábrázolni, mert a gyilkost és a szentet is magában hordozta rejtett családi örökségében. Valószínűleg ő maga is látens gyilkos és szent volt. Ezeket a látens gyilkosokat, szenteket vetítette ki tudattalanul hőseinek lelkébe. Akkoriban annyira meg voltam győződve ötletem helyességéről, hogy előmertem adni ismerősök szűkebb körében. A regényírók téma és hős választása elnevezésű elméletem hatása ugyanaz volt, mint amit 26 évvel később az Analysis of Marriages című munkám megjelenése után éltem át. Egyeseknek úgy tűnt az ötletem, mint a legtisztább valóság kifejezése, melyért megszállottként szenvedélyesen szálltak síkra. A többiek számára ez volt a legnagyobb abszurditás. Már akkor, 1911-ben ugyanazt a konklúziót mondtam le, mint később. Nézetem szerint a véleményeknek ilyen nagyfokú és heves megoszlása azt bizonyítja, hogy valószínűleg az emberekben valami nem sejtett és gyötrő dolgot, valami elviselhetetlent érintettem meg, melyet éppen ezért továbbra is figyelemmel kell kísérnem. Ifjúkori ötletemet Dosztojevszkij hős választásának vonatkozásában sok évvel később Henri Troyat, az orosz-francia életrajzíró erősítette meg. Szerinte a Dosztojevszkijek neve a 16. században tűnt fel először a litván krónikákban. 1506. október 6-án Pinszk fejedelme Daniil Ivanovics Irtisevicsnek több falvat adományozott, köztük Dosztojevót. A bojár ivadékai fölvették a Dosztojevszkij nevet. Bizonyos Fjodor Dosztojevszkij, a híres Urbinszkij herceg bizalmasa volt, kinek történetét az orosz költészet is megörökítette, és aki rettenetes Iván cár haragja elől Litvániába menekült, ahonnan gyűlölettel és méltósággal telt csodálatos leveleket küldött barátjának. Ugyanazon korban bizonyos Rafael Ivanovics Dosztojevszkijt csalással és közpénzek saját céljaira való fordításával vádolták. Más Dosztojevszkijek bírák, papok, kapitányok. Akinti Dosztojevszkij szent hírében állott a kijevi kolostorban. Sztyepán Dosztojevszkij 1624-ben megszökött török fogságából, és a Lvovi Madonnák ikonja elé ezüstláncokat akasztott. Egy Sasnyi Dosztojevszkij és fia 1634-ben részt vettek egy katona, sztaroszta meggyilkolásában.
Filip Dosztojevszkij 1649-ben szomszédjainak földjei ellen intézett véres támadásokért és szervezett rablásokért felel. Tolvajok, gyilkosok, tanácsurak, látnokok, pereskedők. Ez a családfa, amelyen a jó és a rossz párosul nemzedékek nászágyán keresztül, mint egy előképe Dosztojevszkijnek. A század közepe táján a családnak egy ága gyökeret vert Ukrajnában, konokol ellenállt a lengyel katolikus hatásnak, és tagjai többnyire az ortodox papság soraiban foglaltak helyet. Az író nagyapja pap lett, miként elei, és eszébe sem jutott, hogy fiának képzeletét más hivatás csábíthatja. Nagy botrány volt, amikor a 15 éves ifjú ember Mihail Andrejevics kijelentette, hogy orvos akar lenni. Anyának titkos támogatásával elhagyta a családi házat és Moszkvába ment. 1919-ben Mihály Andrejevics feleségül vette Maria Fyodorovna Nyecsajevát, egy üzletember lányát. Ebből a házasságból származik az író. Dosztojevszkij őseinek sorában eszerint valóban gyilkosok és szentek szerepeltek. Ifjúkori ötletem, miszerint Dosztojevszkij maga is látens gyilkos és szent volt, és éppen ezért ezeket választotta regényei hősének, eme genealógiai adatok után már nem is annyira hihetetlen, mint első hallásra tűnt. Köszönjük szépen! A Szondi Lipót, mint a részletből is kiderült, Felvidéken született. Egy érdekesség, hogy a család eredeti neve Sonnenschein. Ugye ez az a név, ami felbukkan Szabó István Napfény íze című filmében, nem véletlenül, ahogy az sem, hogy a család sorsra magyarítja a nevét. Egyértelmű utalás. És ott is ugye a generációkon keresztül lehet figyelni a sorsnak az alakulását. Szondi Lipót pszichiáter lett, illetve endokrinológus, és a Magyarországon töltött munkás idejének a nagy részét a gyógypedagógiai kórtani és gyógytani laboratóriumban töltötte, ahol számos neves tanítványa lett, például Mérei Ferenc, a magyar pszichológia nagy alakja, és ebben az időszakban dolgozták ki a híres nevezetes Szondi tesztet, amelyet a mai napig alkalmaznak a Szondi féle terápiás folyamatban, illetve a klinikai pszichológiai diagnosztikai folyamatban is. 1940-ben Szondit zsidó származása miatt a zsidó törvények következtében elbocsátják, majd 1944-ben deportálják, és így került Svájcba, és életének második felét egészen 1986-ban bekövetkezett haláláig Svájcban töltötte, és Magyarországra soha nem tért vissza. Szondi legfőbb tudományos eredményeinek az úgynevezett családi tudattalan elméletét tartjuk. Szondi úgy vélte, hogy a tudattalan, akárcsak pályatársai, elődjei, Freud és Jung szerint az emberi létezés legmélyebb fundamentumát alkotják, és úgy gondolta, hogy a tudattalannak különböző rétegei vannak. Az egyéni tudattalan, amelynek a felfedezése Freud nevéhez fűződik, a szimptomákon, a tüneteken keresztül árulja el befolyását az ember lelki életére. Ezzel szemben a kollektív tudattalan, amit Carl Gustav Jung írt le, a szimbólumokon, az egyetemes szimbólumokon keresztül nyilvánul meg, amit például bizonyos típusú álmokban lehet megfigyelni, amiket Jung nagy álmoknak nevezett. Szondi Lipót úgy gondolta, hogy e két réteg között felfedezhető, leírható egy harmadik réteg is, az a családi tudattalan, amelynek a hatását Dosztojevszkij regényalak választásaiban vélte felfedezni először, és megfogalmazta azt, hogy a családi tudattalan választásokon keresztül árulja el a hatását az emberi életben, és itt lesz egy nagyon fontos kapcsolódása például neki az egzisztencialista felfogáshoz, mert az egzisztencializmus Kierkegaard óta a választást tartja az egyik legfontosabb alakító tényezőnek az ember életében. Ugye Kierkegaardnak az első könyve is ilyen címe jelent meg, hogy vagy. Na most ez a választás Szondi szerint négy területen mutatkozik meg, és generációkon keresztül ki lehet mutatni ezeknek a hasonlóságát vagy ismétlődését az emberi sorsban. Ez a szerelmi társnak a megválasztás, a libidotropizmus,
a hivatásválasztás az operatropizmus, a világkép megválasztása az ideálotropizmus, sőt a betegség és halál nem tudattalan megválasztását is, amit morbotropizmusnak nevezett. Szondi elméletének, a sorsanalízisnek két fontos részét vagy fázisát lehet elkülöníteni. Azt, amit a magyarországi időszak alatt dolgozott ki, azt úgy nevezte, hogy óanankológia, míg a Svájcban kidolgozott részt új anankológiának nevezte, a névválasztás nem véletlenül utal az ótestamentumra és az új testamentumra. Az óanankológia legfontosabb fogalmai a családi tudattalan és az abból származó úgynevezett kényszersors, ugye ami tudattalanul befolyásolja az öröklésen keresztül az embernek a sorsát. Ennek a feltárására Szondi a részletes családfakutatást vélte alkalmasnak, és ekkor dolgozta ki a genotesztnek, először genotesztnek, vagy kísérleti ösztöndiagnosztikának nevezett vizsgálati eljárását, amit aztán később neveztek el Szondi tesztnek. 1944-től a Svájcba kerülés a II. Világháború után változtatott elméletén, és úgy vélte, hogy nem csak kényszersors létezik, hanem választott sors is van, és ebben nagyon fontos szerepe van az ember ényének, ami egy szellemi jelenség, mert kapcsolódik a szellem és a transzcendencia világához is, hogy lehetővé teszi az embernek azt, hogyha felméri a saját sors lehetőségeit, akkor tudatosan választon azok közül, és nem véletlenül innentől kezdve egyre inkább filozófiai jellegűvé válik az ő elgondolása, és ebben mutatható ki egyre erőteljesebben az egzisztencializmusnak, például Martin Heideggernek a hatása. Na most Szondi úgy vélte, hogy a sors egy rendkívül komplex jelenség. Itt látjuk azt, hogy mi volt az a hét dimenzió, ami szerinte az emberi sorsot alkotja. Például a teszt alapján a dimenziók közül az úgynevezett ösztönsors megragadására van lehetőség. Éppen ezért Szondi elméletében nagyon fontos szerepet játszanak az ösztönök. Ezek azok a dinamikus, az ember viselkedését, érzelmeit, választásait meghatározó tényezők, amelyek először első megközelítésben tudattalanul befolyásolják a sorsot az előbb említett választásokon keresztül. Az ösztönök Szondi szerint egy nagyon sajátos, dialektikus, dinamikus rendszert alkotnak, ugye négy ösztönkört különített el, a szexuális, a paroxizmális, az énes és a kapcsolati ösztön írta le, illetve további ezt alkotó faktorokat, amelyek között különböző feszültségek alakulhatnak ki, és azért tartotta nagyon fontosnak az ösztönt, ami szerinte ugye a genetikai adottságokon keresztül öröklődik az emberben, mert ez a normál és a kóros viselkedés közös gyökere. Mindenkiben megvannak ezek, de bizonyos esetekben ezek mentális betegséget eredményeznek, akkor, hogyha ezek intenzívebben vannak jelen az ember életében, hogyha ezek átalakítatlanul, naturálisan, szocializálatlanul érvényesülnek az ember életében. Ezért van nagy szerepe például az énnek, amit ő úgynevezett, hogy pontifex én, ugye a híd az ellentétes hatások között, ugyanis a pontifex én a szellemhez, a transzcendenciához való kapcsolódáson keresztül képes az ösztönkésztetéseket humanizálni, szocializálni, sublimálni, ugye ezt a kifejezést Freudtól veszi át. Például ez figyelhető meg Dostojevszki esetében is, aki ezeket a nagyon intenzív és nagyon erőteljes ösztönkésztetéseket, amit a családi tudattalanon keresztül örökölt, képes volt egy sublimált formában, művészi alkotás formájában megjeleníteni és lereagálni, és ezért nem vált önmaga tulajdonképpen azzá, ami sors lehetőségként ott lappan az ő életében. Na most nyilván nincs időnk belemenni a Szondi tesztnek a mélységeibe, itt csak felvillantanék egy képsort a Szondi tesztből.
a vizsgált személynek ezek közül kell választani, szimpatikust és ellenszenvest, ezek az arcok az ösztönkésztetéseket nagyon szélsőséges formában hordozzák, mint mentális betegség, és aztán ezeket a választásokat kell összegezni ezen a profilon, ahol látszik a 4 ösztönvektor, van egy 10 profilos verzió, meg egy 2 profilos verzió, ugye ez a 2 profilosnak az űrlapja, és körülbelül így néz ki egy lejelölt és összegzett ösztönteszt, ahol ezeknek az ösztönöknek a sors a lehetőségeit vagy a sorsát fogja felvillantani ez a teszt. Na most Szondi Lipót megközelítésének nagyon fontos aktualitásai vannak. Nagyon sokáig úgy tartották számon az ő örökségét, hogy az ösztönteszt az valamilyen nagyon jól működik, nem tudjuk, hogy miért, mivel a mögötte levő elmélet az teljesen összeegyeztethetetlen a mai tudományos törekvésekkel. Viszont az elmúlt néhány évtizedben elindult egyfajta reneszánsz a szondi örökség kutatásának, és mint ezen a ábrán is, vagy ezen a dián is látszik, nagyon szerteágazó, nagyon komplex, nagyon sok mindenre kiterjedő elméletről van szó, ami az arcfelismerés pszichológiájától kezdve az evolúciós biológián és pszichológián át, a személyiség és narratív lélektanig, a kriminálpszichológiai és a pályaválasztás pszichológiai kiterjed, és hát mint említettem az előadás elején, ugye a transzgenerációs felfogás is valahol itt indult el a pszichológia történetén belül. Nagyon fontosnak tartom viszonylag elhanyagoltabb része a szondi kutatásnak a felfogásának a filozófiai alapja, ugye amit említettem, hogy az egzisztenciális felfogáshoz való kapcsolódása, és nagyon fontos és jelentős morál és vallás pszichológiai elképzelései is vannak Szondinak. Az egyik leghíresebb könyve például a Káin, a törvényszegő Mózes, a törvényalkotó, az nagyon-nagyon érdekes és komplex és szertágazó dolgokat ír le ebben a témában. Na most azt szeretném a most következedőkben önöknek megmutatni, vagy felvillantani, hogy ennek a gazdag felfogásnak, ennek a komplex elméletnek a megfoganása, mint az idézetből is kiderült, egy nagyon fontos esztétikai élményből származott, ez a Dosztojevszki műveivel való találkozás, de ez még önmagában nem teljes értékű magyarázat azzal kapcsolatban, hogy miért vált olyan fontossá Szondi számára ez a kérdéskör olyan mértékben, hogy tulajdonképpen egész életében ezzel foglalkozott. Tehát, hogy meghatározta az ő operatropizmusát, vagyis az ő hivatás választását is, és hogy egy nagyon fontos identitás forrásá vált az ő számára. És azt szeretném majd kimutatni, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy ő miért pont a Dosztojevszki életműre talált rá életének ebben a szakaszában. Na most ahhoz, hogy ezt megértsük, egy picit bele kell néznünk abba, hogy milyen lehetőségei vannak egy pszichológusnak akkor, amikor egy ilyen kiemelkedően kreatív személy, kiemelkedően tudományosan kreatív személy pszichológiáját próbálja valamilyen formában megragadni. Ugye a kreativitással kapcsolatban az elmúlt 100 évben számos fontos elmélet fogalmazódott meg, nagyon fontos kutatások születtek, és például leírták a kis és nagy kreativitás közötti különbséget, a kreativitásnak a 6 dimenzióját, amit 6 P-vel szoktak jelölni, ugye a személy, a folyamat. Na most ezek közül minket most az érdekel elsősorban, hogy a tudományos alkotó folyamatnak a dinamikája, ahogyan az kibontakozik, ahogy az megjelenik és szárba szökken, az hogyan hozható összefüggésbe az őt megalkotó kreatív személynek a személyiségével, és azzal a külső-belső élettörténettel, ami ennek az egésznek a kontextusát adja, és arra is rá fogunk egy kicsit pillantani, hogy ennek nyomán hogyan fogalmaz, hogy hogyan válik világossá számunkra az,
hogy a kreativitás, a tehetség kibontakozása az egyáltalán nem egy mellékes dolog az ember életében, hanem az az emberi létezés, az emberi egzisztencia egy nagyon fontos középponti jelentőségű dimenzióját adja. Tehát tulajdonképpen, ahogy Rollo May, egzisztenciás pszichológus fejezi ki, vagy írja le, hogy az ember a kreativitásán keresztül kapcsolódik a világhoz, a létezéshez, és ezen keresztül válik azzá, ami. Tehát tulajdonképpen az, ahogyan Szondi tudományos kreativitása megjelenik és kibontakozik, az nagyon szoros kapcsolatban van azzal, hogy ő milyen személyé vált, hogy ő milyen élményekből táplálkozott, és hogy hozott létre egy olyan szellemi rendszert, vagy egy olyan elméletet, vagy egy olyan modellt, ami egyrészt segített neki is abban, hogy megértse saját magát, és elhelyezze magát a világban, és aztán így örökül hagyott egy olyan felfogást, ami azóta is nagyon sok, hasonló módon sok más embernek is megadja ezt a kapaszkodást és ezt az önértelmezési lehetőséget. A sok lehetséges kreativitás felfogás közül én megint csak egy magyar szerzőnek a elgondolására térnék ki, ő pedig nem más, mint Herman Imre, magyar pszichoanalitikus, akinek egyébként a felfogását az úgynevezett megkapaszkodási ösztönről maga Szondi Lipót is beleépítette a felfogásába, mert a négy ösztönkör közül az egyik, amelyiket leírt, az a megkapaszkodásnak az ösztöne. Ez teljes mértékben Herman Imrétől vette át. Ami miatt nekünk most nagyon fontos Herman Imre, az az, hogy ő leírja azt, hogy a tehetség, a kreativitás, kibontakozása, megjelenése mélylélektani megközelítés alapján három fontos komponenstől függ. Az egyik az, hogy kell, hogy az emberben legyen valamiféle tehetségegész, egy potenciál, aminek a kibontakozása számos feltételnek a függvénye. Tehát az, hogy valakiben benne van egy kreatív potenciál, mint létlehetőség, mint egzisztencia lehetőség, az még önmagában semmire nem garancia. Egyáltalán nem biztos, hogy abból lesz valami. Ahhoz valaminek történnie kell. Ugye azt mondja Herman, hogy ezek a biopszichológiai adottságaink összességéből áll ez az úgynevezett tehetségegész, de az, hogy ahhoz, hogy ez felbukkanjon, és kibontakozzon, és ténylegesüljön, ahhoz szükség van úgynevezett kiváltó erőkre. Ezek olyan sorsfordító tényezők, amelyeket a filozófia és a pszichológia különböző fogalmakkal próbált megragadni az elmúlt 100 évben. Ugye Jaspers határhelyzetről beszél, a pszichológia krízisekről, traumákról, konfliktusokról, fontos találkozásokról, sőt, kicsit pozitívabb megközelítésben csúcsélményekről beszél. Ezek mind-mind olyan kiváltó erőként működhetnek, aminek következtében ez a Szondi által itt egy háromszöggel szimbolizált, meglevő, lappangó tehetség a biológiai és pszichológiai adottságból kiemelkedik és valahogyan manifestálódik és meghatározza az ember későbbi életét. De ezen kívül még szükség van arra is, hogy valahogyan ez az alkotásra törő akarat késztetés ez hosszú időn keresztül megmaradjon, és legyen egy folyamatos motivációs bázisa. Ugye ez az, amit úgy nevez a pszichoanalízis, hogy ösztön szublimáció Freud óta, és hát attól függően, hogy ki milyen felfogást val az ösztönöknek a természetéről, ezek a hajtóerők, ezek nagyon különbözőek lehetnek. Ugye Freud egy ösztönről beszél, illetve kettőről, a szexualitásról, meg az agresszióról, ehhez Herman hozzászámítja a megkapaszkodásnak, kötődésnek az ösztönén, ugye Szondi pedig aztán még ebbe további más ösztöntényezőket is bele integrál, és hát ez lesz az a tényező, ami tulajdonképpen élethossziglan fenntartja az illetőnek az alkotás iránti vágyát. Na most, ugye ezt a folyamatot viszonylag könnyű tetten érni a művészi kreativitás esetében, mert hogy ott nagyon szoros kapcsolat van az egyének a szubjektivitása, a személyes élményei és az általa kifejezett alkotás esetében. Kérdés az, hogy ez lehetséges-e tudományos alkotás esetében, mert hát ugye ott nem a szubjektivitás az ideál, hanem pont az, hogy a jó tudós az objektív és tárgyilagos, és nem saját magáról beszél.
És hát ugye felmerül akkor az a kérdés, hogy vajon a tudományos kreativitás esetén is tetten érhetőek ezek a pszichológiai, személyes, pszichológiai tényezők, amik a kreativitás kibontakozásához hozzájárulnak. Vannak bizonyos pszichológiai modellek, amelyek igenis azt támasztják alá, hogy bizonyos esetekben ilyen összefüggések kimutathatók. Például Arthur Koestler, magyar író azt mondja, hogy nem szabad, nem lehet olyan éles határt vonni a tudományos és a művészi kreativitás közé, főleg két területen, az egyik az a történettudomány, a másik meg a pszichológia, és hogy mind a két esetben fontos az, hogy a tudattalan személyiségrész is hozzájáruljon az alkotási folyamathoz, ezt ugye úgy nevezte, hogy fejesugrás álomszerű állapotokba, ahol megjelenik a tudattalanak a megtermékenyítő hatása. Aztán egy amerikai szerzőpáros, Stoloro és Atwood arra utal, hogy a tudásnak mindig vannak pszichológiai előfeltevése, és itt most nem a kognitív mechanizmusokról beszélünk, hanem az egyén saját személyességében, szubjektumában gyökerező előfeltételekkel. Ugye ő Gadamerre, a híres hermeneutikai filozófusra utalnak ki, azt mondja, hogy minden megértésnek van előzetesség struktúrája, nem a semmiből jön a megértés, és pontosan ez az előzetesség struktúra az, amiben egy csomó fontos tényező ott van, például az illetőnek az élettörténeti kontextusa, a kulturális környezet, amiben belegyökeredzik, a más személyekkel való szoros érzelmi kapcsolat, ezek mind-mind a megértésnek az előzetesség struktúrájához hozzájárulnak, és hát ugye ezt ma már természetesnek vesszük, hogy bizonyos területeken, például a pszichológiai kutatásokban, ahol úgynevezett kvalitatív kutatásokat végzünk, vagy magában a pszichoterápiás folyamatban is, ami ugyancsak egy tudományos kutatási folyamatnak tekinthető, hogy ott nagyon-nagyon intenzíven ott vannak az illető személyéből és életéből fakadó előfeltevések, amelyeknek az illetőnek reflektálnia kell. Tehát ezeken a területeken az objektivitás az merő illúzió, hogyha úgy teszünk, mintha objektívek lennénk, akkor a szubjektív tényezők azok mellékösvényeken fogják eltorzítani a látásunkat, ezért a legtöbb, amit tehetünk, hogy iskolázott szubjektivitás alakul ki bennünk, hogy lássuk és tudjuk azt, hogy hol vagyunk érintve ebbe a folyamatba. Ugye ezért megy a pszichoterapeuta szupervízióba, hogy egy másik pszichológussal megbeszélhesse azt, hogy az aktuális esetében ő hol van jelen személyesen. Ugye ezek kiiktathatatlan dolgok, sőt hasznosak is lehetnek. Na most nézzük akkor meg, hogy milyen lehetséges módon érhető tetten a megismerésben vagy a tudományos folyamatban ez a fajta érintettség. A pszichoanalízis, az előbb említett Hermann Imre, például, aki nagyon sokat foglalkozott a tudományos gondolkodásnak a pszichológiai előfeltevéseivel, azt mondta, hogy igazán nagy felfedezés nem képzelhető el a tudattalan közbejárása nélkül. Bármikor megnézünk egy nagy felfedezőt, kutatót, ő ugye olyanokkal foglalkozott, mint Charles Darwin, Bolyai János, Semmelweis Ignác, és a pszichobiográfiai megközelítés segítségével mindig talált egy olyan pontot, egy olyan személyes érintettséget, ami nélkül a felfedezés nem jött volna létre. Most fontos ez hangsúlyozni, hogy ez nem írja le magát az egész felfedezést. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak ebből a szubjektív érintettségből származik a maga a felfedezés, de enélkül nem jött volna létre. Ő azt mondja, Hermann, hogy ezzel a felfedezési gondolattal, és ugye ez majd Szondinál a családi tudattalan felfedezésének a gondolata lesz, ezzel úgy kell bánni a pszichoanalitikusnak, mint egy fantáziával vagy egy álommal, meg kell nézni azt, hogy az milyen személyes tapasztalatokból származik, és milyen transformációkon megy keresztül, amíg elnyeri a végső alakját. Ugye az a különbség, hogy míg az álom vagy a fantázia csak szubjektív marad, addig a felfedezési gondolat az megtalálja az útját a külső valósághoz, és ahhoz igazodik. És hát ugye azt is hangsúlyozza Hermann, hogy úgy tűnik, hogy az ezeknek a felfedezési gondolatoknak a létrejöttében a fájdalomnak és a lelki kínok eltűrésének bizonyos fajtája mindig felfedezhető. Na most egy későbbi magyar pszichoanalitikus, Vikár György, még pontosabban és még kézzelfoghatóban megfogalmazza ezt az összefüggést, amikor a következőt írja, ezt most felolvasnám.
Feltételezhetjük, hogy minden válságban megindul és a tudattalamban folyamatosan zajlik probléma megoldó fantázia tevékenység. Hogy ez tudatosulhat-e és egy kreatív személyiségnél megfelelő áttételességgel a valósággal összeegyeztethető tudományos vagy művészi alkotássá formálható-e, az egy belső küzdelem eredményén múlik. Tehát, hogy ez nem önmagától fog átalakulni művészi alkotása vagy tudományos felfedezésé, hanem attól függ, hogy az illető személyiségében léteznek-e olyan erők, amik ezt a munkát el tudják végezni. Ugye Vikár azt mondja, hogy ez az én elhárító mechanizmusainak egy optimális működési szintjétől függ, de én ezt egy kicsit kiterjeszteném és elvonatkoztattám a klinikai vonatkozásoktól, és azt mondanám, hogy a kreatív én rész fejlettségétől, a tehetségtől, a kitartástól, a motivációt és egyéb tényezőktől függ, hogy az eredeti fantáziában rejlő lelki fájdalmat és destruktivitást, ugye, ami minden krízissel, minden válsággal együtt jár, a személyiség számára elviselhetővé tudja átformálni, anélkül, hogy teljesen eltüntetné. Tehát a teljesen eltüntetés akkor lenne, hogyha az illető ezeket a belső tapasztalatokat vagy érzéseket elfojtaná magával, vagy más elhárítással eltüntetné. Itt nem erről van szó, az illető szembenéz vele, megragadja, és valamilyen formában olyan formájúra alakítja, és ezt a külvilághoz valahogyan kapcsolja, például a nyelvhez, vagy képiséghez, tehát hogy egy létező külvilági struktúrához képes kapcsolni, ami tulajdonképpen egy feldolgozási, elaborációs folyamatnak tekinthető. Na most ehhez még hozzátenném az egzisztencializmusnak, mégpedig Kierkegaardnak az álláspontját, ami számomra nagyon megvilágító volt, amikor ezeket a gondolatokat olvastam. Ugye ő azt írja, hogy egy egzisztenciáló szellem az, aki érdeklődik az igazság iránt. Mégpedig azért, mert egzisztálni akar benne. Tehát az, ami minket foglalkoztat, ami érdekel bennünk, az nagyon mélyen érint bennünket, mert különben miért foglalkoznánk vele. Minden lényegi megismerés az egzisztenciára vonatkozik, vagy más szavakkal, csak az a lényegi megismerés, amelyet lényegi kapcsolat fűz az egzisztenciához. A nem belefele forduló és az egzisztenciát bensőségeség reflexióban nem érintő megismerés lényegét tekintve csak véletlen, esetleges, alapjában véve közömbös a foka és a terjedelme is. Tehát ez az, ami meg fog majd mutatkozni például Szondi felfedezésében, hogy milyen mélyen érintette őt az a felfedezés, vagy az a fajta összefüggésrendszer, amit ő ott megragadott. Na most ezeknek az összefüggéseknek a kimutatására vállalkozik a pszichobiográfiai kutatás, amivel én már több mint 10 éve foglalkozom, ami arra irányul, hogy megpróbálja valahogyan az alkotási folyamat, az alkotó személye és az élettörténeti közti jelentésteli kapcsolatokat fedezni vagy megragadni. Egyébként nem lényegében különbözik ez a pszichoterápiás folyamattól sem, csak ott ugye nem nagy alkotóknak a műveivel kerülünk kapcsolatba, hanem a hétköznapi alkotásnak a produktumaival, például választásokkal, tünetekkel, álmokkal, elvétésekkel. Ez is a lélek alkotó folyamatainak az eredményeként jön létre, és nekünk ott az a feladatunk, hogy valahogyan az illető személyiségével, meg élettörténetével valahogyan ezt összefüggésbe helyezzük, és létrejöjjön egy megértést lehetővé tevő narratíva, ami az illető számára képes megvilágítani a saját egzisztenciáját. Úgy itt a pszichobiográfiában ezt úgynevezett első és harmadik személyű dokumentumok alapján csináljuk, mindig egy körülhatárolt kutatási kérdés mentén, és ami nagyon fontos, hogy itt nem bizonyítani akarunk valamit, nem a történeti igazságot, hanem az úgynevezett narratív igazságot keressük, vagyis a felfedezés stratégiáját követjük. A pszichobiográfus különböző nyomokat, jeleket kereshet az illetőnek az életművében, vagy az élettörténetében. Én ezeket most nem részletezném, hanem csak egy modellre szeretnék
rámutatni, ez Irving Alexander, egy modern pszichobiográfus elgondolása, aki összeszedte azokat az indikátorokat, amelyek egy életműben és egy élettörténetben fontos pszichológiai vonatkozásokkal bírhatnak. Ilyenek lehetnek például az elsőbség, a gyakoriság, a hangsúly, az izoláció, a befejezetlenség, a kihagyás vagy a torzítás. Ezt azért emelem ki, mert hogy itt majd Szondinál is majd mindjárt látni fogunk néhány fontos ilyen indikátort. Na most ezek alapján most nézzük meg azt, hogy milyen lehetséges személyes forrásai voltak ennek a felfedezésnek, ami aztán a sorsanalízis megszületéséhez vezetett. Na hát ugye itt a címben már el is árultam, hogy itt lesz egy nagyon fontos tényező, egy olyan tényező, ami katalizátorként lehetett jelen ebben a folyamatban, és hát ugye ez lesz az majd, ami Dosztojevszkinek az életművéhez olyan közel viszi Szondi Lipótot feltehetően, ugyanis azt látjuk, hogy amikor hasonlóan, ahogy az előbbi részletben olvasta fel András, hogy Szondi soha nem mulasztotta el azt hangsúlyozni, hogy a sorsanalízis létrejöttében a legfontosabb első hatást az Dosztojevszkinek a regényei jelentették. Egyrészt megmutatkozik ez abban az írásában, ahol a családi tudattalannak a választásnyelvét hasonlítja össze a freudi személyes tudattalan és a jungi kollektív tudattalan nyelvezeteivel. Hangsúlyozza ezt a felolvasott, vagy a részletet tartalmazó sorsanalízis és önvallomás című írás is. És Szondinak az egyik követője Benedek István, aki egyébként megelőlegezte ezt a Szondi reneszánszt, amikor a 70-es években írt egy kétrészes tanulmányt, akkoriban már majdnem a feledés homályába került Szondi életműről, és ebben azt hangsúlyozza, hogy Szondi soha nem mulasztotta el hangsúlyozni azt, hogy a sorsanalízis létrejöttében a Dosztojevszki hatásnak van az egyik legnagyobb szerepe. Szóval ezek mindenképpen az indikátoroknak a körébe tartalmazó jelek, a gyakoriság és a hangsúly. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, és ez egy fontos kontextuális tényező, hogy Dosztojevszkinek a hatása Szondira az nem volt teljesen egyedülálló. Tehát abban a korban, amikor ő élt, és amikor ő felnőtt és kibontakozott a személyisége, az azt megelőző évtizedekben és akkoriban is, Dosztojevszkinek a hatása egészen egyedülálló volt a gondolkodó emberekre. Például Szerb Antal egyenesen Dosztojevszki mérgezettségről beszél abban az időszakban. Tehát, hogy olyan elementális átható erővel hatottak az ő sajátos művei, hogyha megnézzük ezeket a neveket, amin ez a dia van, akkor azt látjuk, hogy milyen ambivalens elragadottsággal beszéltek ezek az emberek Dosztojevszki hatásáról. És elsőként hallgassuk meg Andrástól, hogy Thomas Mann 1946-ban hogyan írt Dosztojevszkiről, mert azt hiszem, hogy ez meg fogja mutatni, vagy valamit felvillant ennek a mérgezettségnek az előfeltételeiből. Lehetetlen Dosztojevszki lángelméjéről beszélni anélkül, hogy a bűnös szó ne tolulna az ajkunkra. Merezsovszki, a jelentékeny orosz kritikus is sűrűn alkalmazza különböző tanulmányaiban a Karamazov testvérek írójára ezt a szót, mégpedig kettős értelemben. Hol magára Dosztojevszkire és a bűnösen kíváncsi megismerési vágyára vonatkoztatja, hol a megismerés tárgyára, az emberi szívre, amelynek legtitkosabb, legbűnösebb rezdüléseit az író feltárja. Dosztojevszki olvastán, mondja, néha megijedünk minden tudásától, attól, hogy mennyire behatol más emberek lelkiismeretébe. Olyan titkos gondolatainkkal találkozunk nála, amelyeket nemhogy jó barátunknak, de még önnönmagunknak sem vallanak be soha.
Itt azonban nem csak látszólag állunk szemben objektív, mint egy orvosi tudással és kutatással. A valóságban itt lélektani líráról beszélhetünk a szó legtágabb értelmében. Gyónásról és félelmetes vallomásról. Az író önlelke bűnös mélységeit leplezi le kíméletlenül, és innét ered lélekismeretének iszonyú erkölcsi súlya, vallásos, félelmetes ereje. Elég, ha Dosztojevszkijt összehasonlítjuk Prusttal és a pszichológiai újdonságokkal, meglepetésekkel, gyöngyszemekkel, amelyekről Proust műve hemzseg, hogy nyomban észrevegyük a hangsúly, a morális színezet különbözőségét. A francia író lélektani leleménye, újítása, merészsége, merő szórakozás, a Dosztojevszkij sápadt kinyilatkoztatásaihoz hasonlítjuk. Ez az ember megjárta a poklot. Hogyan írhatta volna meg Proust a bűn és bűnhődést, minden idők legnagyobb bűnügyi regényét? Nem az ismerete hiányzott hozzá, hanem a lelki ismerete. Goethe pedig, aki a Werthertől a vonzások és választásokig ugyancsak elsőrangú pszichológusnak mutatkozott, Goethe maga nyíltan, leplezetlenül kijelenti, hogy sosem hallott olyan bűnről, amelyre ne érezte volna magát képesnek. Ez a mondás jellemző a pietista lelki önvizsgálódás szellemére is, de azért túlsúlyban van benne a görög ártatlanság eleme. Higgadt mondás. Kihívás ugyan a polgári morál ellen, ez tagadhatatlan. De inkább hűvös és büszke, sem mint keresztény ilyen bűnbánó, inkább merész, sem mint vallásos mélységeket feltáró. És Tolstoj, minden keresztény velleítása ellenére lényegében Goethére hasonlít. Nincs mit titkolnom az emberek előtt, szokta mondani. Hadd tudják mind, mit csinálok. Hasonlítsuk ehhez a feljegyzések egy pinceodúból hősének vallomását, ahol titkos kicsapongásairól beszél. Már akkor is titkolózás szükségletét hordoztam magamban. Rettenetesen féltem, hogy meglátnak, találkoznak velem, fölismernek. Ez az ember nem bírja elviselni az őszinteséget. Nem akarja a világ szeme elé tárni életét, melyben a pokol titka uralkodik. Köszönjük szépen. Szóval... ezek voltak Dosztojevszkij mérgezettségnek a forrásai, tehát hogy az emberi lélek mélységei és az ott lappangó bűnök és az amiatt érzett lelkiismeret furdalás és annak az oldozásának a vágya, tehát hogy ez olyan mértékű hatással és egy olyan rétegeknek a feltárásával járt együtt, ami az irodalmon túlra is kisugárzott. Tehát, hogyha megnézzük az egzisztencialista filozófia bizonyos alakjait, például Friedrich Nietzsét, akkor ő azt írja, hogy senkitől nem tanult ő pszichológiát, annyit mond Dosztojevszkijtől azt, hogy ő előtte, mondja Nietzsé öntudatosan, csak egy igazi pszichológus volt, ez pedig Dosztojevszkij. Lev Sestov, aki az orosz egzisztencializmusnak a nagy alakja, ő pedig egy könyvet is írt, amelyben összevetette Dosztojevszkijnek és Nietzsének a lelki világát és a gondolatrendszerét. Walter Kaufmann némileg később, amikor összeállított egy szöveggyűjteményt az egzisztencializmus tanulmányozásához, akkor az első szöveg, amit berakott, az a feljegyzések az egérjukból, vagy ahogy abban az fordításban olvashatjuk, a feljegyzések egy pincelyukból első részét tartalmazza. És azt mondja Kaufmann, hogy bár Dosztojevszkij biztos nem tartotta volna magát egzisztencialistának, mert akkor ez a szó még nem is létezett, de hogy nincs szöveg, amely jobban képes lenne bevezetni az olvasót az egzisztencializmusnak a gondolatkörébe, világába, mint ez a Dosztojevszkij szöveg. Nem véletlen aztán, hogy Dosztojevszkijnek ez a léleklátó képessége, ez a fajta pszichológiai érzéke aztán olyan jelentős pszichológusokra is hatást gyakorolt, mint Sigmund Freud, aki 1928-ban egy tanulmányt írt róla, amire Szondi is utalt, ugye ez a Dosztojevszkij és az apagyilkosság, amire ki fogunk majd térni, és hát ugye Freud is elragadtatással beszél egyébként Dosztojevszkijről, minden dolgok tudójának írja le egy Stefan Zweignek írt levelében, és hát ugye
ő is azt hangsúlyozza, hogy például a Karamazov testvérekben nagyon sok minden, vagy szinte minden megtalálható a pszichológiáról, ami a pszichoanalízis előtt született. És hát ugye legvégül pedig utaljunk magára Szondira, aki az egész pszichológiai elgondolását, az egész gondolatrendszerét, ha nem is Dosztojevszkire építette, de onnan ihletődött. Na most, ugye az első részletből világossá vált számunkra, vagy abból megtudtuk, hogy a családi tudattalan választás nyelvének a gondolata, ami a Szondi pszichológiának a központi gondolati magja, 1911-ben, röviddel az érettségi után merült fel benne, miközben olvasta ezeket a regényeket. A Karamazov testvéreket és a bűn és bűnhődést, ezt többször is hangsúlyozza. Ugye ezek a pszichobiográfiai kutató számára nagyon fontos indikátorként fognak megjelenni, tehát itt hangsúlyozza Dosztojevszki elsőbségét, gyakran hangsúlyozza, és egy nagy, tehát önmagában is egy nagy hangsúly helyeződik erre a hatásra, mint pszichológia kiemelkedő jelenségek elsődleges indikátorait kell tehát ezeket tekintenünk. Na most az lesz számunkra a kérdés, hogy vajon miért vált annyira fontossá Szondi számára az, amit itt meglátott, vagy ami itt szöget ütött a fejében, olyan mértékben, hogy ez az egész későbbi életét meghatározta. És hát ugye itt egyrészt arra kell gondolnunk, így előzetesen, amit Herman Imrénél láttunk az előbb, hogy egy ilyen horderejű felfedezés, ami egy ezeknek a műveknek a hatására született, legalábbis mindjárt látni fogjuk, részben ezeknek a hatására született, az csak akkor jöhetett létre, hogyha ebben volt valami, ami megérintette Szondi Lipót lelkének a tudattalan tartományát, mert hogy ezek nélkül jelentős felfedezés nem születhet meg, és hogy valami olyasmi bontakozott ki, és itt pedig visszautalnék a Kierkegaard részletre, ami egy olyan igazságnak a kutatására inspirálta Szondit, amelyben a saját egzisztenciája kibontakozási lehetőségét látta meg, tehát önmagáról szólt tulajdonképpen. Tehát igazából itt azt keressük, hogyha a Hermannnak a már említett kreativitás elméletére gondolunk, ami kiváltó erőként jelen lehetett ebben az élményben. Tehát olyan sok könyvet olvas az ember, olyan sok jó szerző van, miért pont ez volt az, ami olyan mélyen hatott rá, hogy ez nem csak ugye egy elmélet megfogalmazásához vezetett, hanem általában meg sorsfordító hatású lett az egész életében. Jó, tehát mi lehetett ez a kiváltó erő? Feltehetően nem más, mint az apa halála. Az apa halála a szövegből is kiderült, pontosan ugyanakkor történt, mint amikor Szondi Dosztojevszkinek a könyveit olvasta. Ahogy a szöveg is mutatja, írja Szondi Lipót, hogy édesapja pont az érettségi idején halt meg, 1911-ben, és pontosan ugyanekkor az ebben az időben érte őt el a Dosztojevszki hatás. Nem feltételezhetjük azt, hogy két ilyen horderejű tapasztalat vagy élmény egy személyen belül egymástól függetlenül halad párhuzamosan. Ugye nem véletlenül hívják a személyiséget latinul individumnak, vagyis oszthatatlannak, ami azt jelenti, hogy ezeket egymástól távol tartani maximum csak a tudat felszínén lehet úgy, hogy nem veszünk róla tudomást. Kérdés az, hogy Szondi miközben ezt a két nagy horderejű élményt, eseményt az életében egymás utáni bekezdésekben mutatja be, miért nem hoz összefüggést a kettő között? Miért tárgyalja ezeket úgy, mintha egymástól függetlenek lettek volna? Tehát ezt az összenem kötést is tekinthetjük úgy, mint egy indikátort, ami valamiféle hiányt fog mutatni, vagyis azt, hogy legalábbis a szöveges beszámolóban, a tudatosság szintjén ő nem kötötte össze egymással ezt a két rendkívüli horderejű tapasztalatot.
Azt szeretnénk most a következőkben, ha nem is bizonyítani, de felvillantani, hogy valószínűleg ennek a két dolognak azért volt egymáshoz köze. Nem véletlenül lett olyan nagy hatása ennek a Dosztojevszkij élménynek, ami az előbben már többször említett következményekkel járt. Szondi Lipót leírja azt, hogy mikor az édesapja meghalt, onnantól kezdve ő egy éven keresztül a vallásos közösség előtt minden nap elmondta a kaddist, vagyis úgy fogalmazhatunk, hogy a gyász tudatosan megélhető dimenzióit azt egy konvencionális és hozzáférhető formában ő megdolgozta, kifejezte, foglalkozott vele. Azt szeretném majd bemutatni önöknek, hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy mindazok az érzések az apa elvesztésével kapcsolatban, amik nem férnek bele a tudatos reflexiónak a dimenziójába, mert fájdalmasak, elfogadhatatlanok, kínosak, azok egy másfajta feldolgozáson fognak átmenni, és ez az, amit tulajdonképpen a Dosztojevszkij hatás vagy élmény lehetővé tett. Miért? Azért, mert Dosztojevszkijnek az életében és a műveiben, főleg a Karamazov testvérekben, és hát magában az egész életrajzban az apa halálának rendkívüli jelentősége van. Tehát Dosztojevszkijnek nem alakult volna úgy sem az élete, sem a személyisége, sem pedig az életműve valószínűleg, hogyha nem élte volna át az édesapjának a halálát, mégpedig pontosan ugyanúgy 18 éves korában, mint Szondi Lipót. Ugye Freud a 1928-ban megírt Dosztojevszkij és az apagyilkosság című művében sokrétűen bemutatja ennek a halálnak a következményeit Dosztojevszkijnek a lelki életére. Ez mégpedig úgy történt ez a halál, hogy Dosztojevszkijnek az édesapja egy rendkívül kegyetlen, szadista, érzéketlen ember volt, aki nagyon sanyarúan bánt a jobbágyaival, és rendkívül szigorúan, drasztikusan bánt a fiával is. Na most a jobbágyok egy idő után ezt megelégelték, és egy nap agyonverték Dosztojevszkijnek az apját, és azt mondja Freud, hogy az nem sokkal később megjelenő betegsége, az epilepszia, amit egyébként akkoriban még sokkal inkább tartottak pszichogén eredetűnek is, mint manapság. Bár ugye manapság is azt mondjuk, hogy minden betegség biopszichoszociális, tehát mindegyik betegség kibontakozásában szerepe van biológiai, lelki meg társas tényezőknek. De akkoriban, amikor Freud és Szondi munkálkodott, az epilepsziát még a pszichés betegségek közé számították, és nagyon szoros kapcsolatba hozták az indulatokkal és az agresszióval. Ez az például, ami Szondinak a Káin a törvényszegő című könyvében is megjelenik, mert ugye az indulati gyilkosság, ami Káinnak a tettéhez vezetett, az az a faktor, az az ösztönös indulati faktor, amit Szondi a maga ösztönrendszerében az epilepszia faktorhoz kötött. Szóval nem tartja véletlenül Freud azt, hogy az apa, amikor Dosztojevszkij tudomást szerzett az apa haláláról, az hozzájárult az ő betegsége kibontakozásához. Ugyan volt ebben egy másik tényező is, amikor majdnem kivégezték, és az utolsó pillanatban vonták vissza a halálos ítéletet, de Freud nagyon szoros kapcsolatot lát az epilepszia betegség, és a között, hogy tulajdonképpen az apa jobbágyai megcselekedték azt a tettet, amire valószínűleg ő, mint a sokszorosan sanyargatott fiú, tudattalanul, vagy akár tudatosan mindig is vágyott. Tehát tulajdonképpen a jobbágyok véghez vitték azt az elfojtott indulatokhoz kötődő vágyat, amiben egyébként Freud egy nagyon univerzális dolgot feltételezett, az úgynevezett Ödipusz komplexushoz tartozó indulatokat. Tehát tulajdonképpen az apa halálában itt beteljesült az az ödipális vágy, ami az apa ellen harcoló fiú tudattalanjában
már egészen gyerekkortól kezdve ott van, és ennek a beteljesülése nagyon súlyos bűntudatot hoz létre. Ezért mondja azt Freud például, hogy a Hamletben azért nem képes Hamlet cselekedni, mert hogy ott is a bűntudat, amiatt, hogy a nagybátyja ugye ugyanúgy megölte az apját ő helyette, mint ahogy ő valójában titkon mindig is vágyott rá az Ödipusz komplexus feltevése szerint. Tehát tulajdonképpen akkor, hogyha beteljesül egy ilyen elfojtott ödipális gyilkos vágy az apával szemben, ugye ezért a címe a Freud írásnak, hogy Dostojevszkij és az apagyilkosság, akkor ennek egyrészt az lesz a következménye, hogy ha azonosul a halottal, ugye az epilepsziás rohamnak ezek a megmerevedett állapotai Freud szerint ezzel a tudattalan azonosulással összefüggésbe hozható. Másrészt viszont az a rendkívül súlyos bűntudat, ami Dostojevszkijnél a neurotikusság és a mazohizmus szintjét érte el, az tulajdonképpen azt jelenti, mondja Freud, hogy az illető Dostojevszkij betegséggel bünteti önmagát, amiért tulajdonképpen beteljesült a bűnös, eltitkolt vágy. Tehát tulajdonképpen itt tetten tudjuk érni azt, hogy hogyan mutatkozik meg a tüneten keresztül a tudattalannak a nyelve, és megmutatkozik az is, amit ugye Freud úgy nevez, vagy Szondi úgy nevez, hogy morbotropizmus, vagyis betegségválasztás. Nem véletlen, nem meghatározatlan az, hogy milyen típusú betegség jön elő ebben a szituációban. Na most amellett, hogy tehát az apának ez az erőszakos halála és az amiatt érzett súlyos bűntudat ilyen szerepet játszott a író személyiségében és a sorsának az alakulásában, amellett ez megjelenik a legfőbb művében, a Karamazov testvérekben is, aminek a fő témája az tulajdonképpen az apagyilkosság. Ugye minden szentnek a maga felé hajlik a keze, nem véletlenül tartotta Freud a világirodalom három kiemelkedően fontos művének Szofoklész Ödipusz királyát, a Hamletet és a Karamazov testvéreket, mert hogy mind a háromban ez a univerzális ősvilági borzalom fejeződik ki, hogy milyen vágyak, milyen gyilkos vágyak lappanganak a tudattalamban, és ennek milyen lehetséges kimenetelei lehetnek. Ugye megjelenhet közvetlenül, megjelenhet áttételesen ugye a tünetformálásban, és megjelenhet a művészet nyelvén is, mint szublimáció. És hát Dostojevszkij részben ezt választotta, mert hogy a Karamazov testvérekben ő megírta, vagy kifejezte a saját ezzel kapcsolatos fantáziáit, mert hogy Freud szerint ugye a műalkotás az mindig az írónak a fantáziájából jön létre, van is egy ilyen írása, hogy a költő és a fantázia működés. Ugye azok, akik berzenkednek az ellen, hogy túlzottan pszichológiai szempontból közelítsünk meg egy ilyen művet, ugye azoknak megnyugtatásul elmondom, hogy azért a művészetpszichológia nem gondolja azt, hogy az ilyen jellegű összefüggések a mű jelentőségének az egészét lefednék. Tehát nem arról van szó, hogy ennek csak ez az egy jelentése van, de nem lehet eltekinteni attól, amit Wilhelm Tilthey filozófus mondott, miszerint nincs olyan igazán nagy műalkotás, amely szerzőinek tőle idegen szellemi tartalmat akarna tulajdonítani, és főként amely szerzőjéről egyáltalán nem akarna semmit mondani. Tehát valamit elárul nekünk ez a mű Dostojevszkijnek a fantázia életéről. Na most Wilhelm Tilthey volt az, aki először foglalkozott azzal, hogy hogyan ért meg az ember egy másik embert, hogyan értünk meg egy idegen életet, és ezt azért tartom fontosnak, mert itt tulajdonképpen Szondi esetében erről van szó. Tehát, hogy az ő elméletképzése az azon alapult, hogy megpróbált megérteni valakit, akinek a művei felkeltették az ő érdeklődését. És azt szeretném itt kimutatni, hogy ez az érdeklődés és ez a megértés nem volt független az ő saját személyétől, mert ugye azt mondja Tilthey, hogy megértésről akkor beszélünk, ha az én a teben önmagára talál. Az önmegértés és a másik megértése mindig kéz a kézben jár egymással. Soha nem bukkanhatunk rá egy érzésre egy másik emberre, anélkül, hogy az nem lenne bennünk meg. És hát tulajdonképpen
a nagy történetírót, vagy a nagy írót, aki egy másik személynek az életével foglalkozik, az önmeditációnak azon határtalan szükségekkel való egybefonódása adja, hogy önmagunkat átadjuk egy idegen létezésnek, hogy abban saját énünket elveszítsük, és amit ott tapasztalunk, majd azt fogjuk megfogalmazni valamilyen meglátásnak. És ennek ugye az a célja, hogy jobban megértsük a szerzőt, mint ő saját magát. Ugyanezt csináljuk egyébként a pszichoterápiában is, hogy ott a szerző, a páciens ugye hozza a saját műveit, például az álmait, és a közös munkán keresztül megértjük jobban ő magát, mint ahogy a mű értette magát akkor, amikor a művet létrehozta. És ebben nagyon nagy szerepem van nekem a pszichológusnak, aki rendelkezik valamiféle önismerettel, és tudja követni a másikat azokra a területekre, ahova éppen ő kerül. Hogyha én ott még nem jártam, akkor nem fogom tudni ezeket a dolgokat megragadni. És hát ugye azt írja Diltei, hogy itt az élettörténet és a pszichológia, élettörténeti megközelítés és a pszichológia egyidejű alkalmazására van szükség, tehát hogy ő filozófiailag megelőlegezte a pszichobiográfiát, és akkor ugye innen már csak egy dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy Erik Erikson, a nagy pszichológus, aki szintén foglalkozott pszichobiográfiával, ő ugyanerre a kölcsönösségre mutat rá, amire majd ki akarunk lyukadni majd Szondival kapcsolatban is, hogy a Dosztojevszki megértésére irányuló erőfeszítései azok hogyan lehettek kapcsolatban a saját maga megértésére irányuló törekvésekkel, hogy azt írja Erikson, hogy egy klinikus biográfus, aki egy másik ember, egy idegen élet megértésére törekszik, joggal érezheti, klienssel van dolga, ám amint a klinikus beleringatja magát ebbe az érzésbe, hamarosan rá kell jönnie azzal, hogy nem ő foglalkozik a beteggel, hanem az elképzelt beteg foglalkozik ő vele. Tehát, hogy ezeknek a kutakodásoknak rendkívül fontos önismereti vonatkozásai vannak, akkor is, hogyha ezt az ember reflektíven megfogalmazza, meg akkor is, hogyha egyszerűen csak hozzásegíti ahhoz, hogy ő maga is integráltabb és egészebb és egészségesebb legyen. Tehát tulajdonképpen ebben van egy nagyon fontos öngyógyítási folyamat, és hát ugye a pszichoterápiában azzal előzzük meg, hogy a terapeuta saját öngyógyítási folyamata kerüljön előtérbe a folyamatba, hogy ő már ezt előtte megcsinálja az önismereti terápiájában, és már felvértezve tud belemenni ezekbe a folyamatokba. Ugye ez alapján talán nem túlzás kijelenteni azt, hogy ebben a megismerési folyamatban Dosztojevszki volt Szondi első páciense életében, akit meg akart érteni, miközben a Dosztojevszkivel való foglalkozás nyomán Dosztojevszki volt az ő első analitikusa is, akivel egy mélyben zajló párbeszédet folytatott, mégpedig azért, mert hogy ő is érintve volt azon téma mentén, ami Dosztojevszki esetében, ugye mint az apa halála, olyan fontos szerepet játszott. Tehát tulajdonképpen elmondható azt, hogy nem lehetetlen, hogy a Dosztojevszkivel való foglalkozás, ugye akinek az életében az apa halála olyan nagy szerepet játszott, lehetővé tette azt számára, hogy az apa elvesztéséhez és a gyászhoz kapcsolódó tudattalan érzéseket át tudja dolgozni. Ugye a tudatos érzéseket azokat át tudta dolgozni a mindennapos kaddissal, de az, ami mélyebben volt és ami elfogadhatatlanabb volt, ugye a fájdalom, a harag, a düh, a csalódottság, ami mindaz, ami felkavarodik akkor, amikor egy számunkra fontos személyt elvesztünk, azt tulajdonképpen egy ilyen indirekt önanalízis segítségével végezte el Dosztojevszki, vagy bocsánat, Szondi, ugyanis ez lehetővé tette számára azt, hogy a traumatikus élményt az énjétől egy optimális távolságba elhelyezve tudja átdolgozni. És nem közvetlenül, ami elárasztotta volna és traumatizálta volna őt. Ugye Tomás Scheff nevű szerző használja ezt az optimális esztétikai távolságot, ami számomra egy nagyon megvilágító folyamat, ugyanis azt feltételezhetjük, hogy ugyanez az optimális esztétikai távolság jön létre,
az álmon keresztül történő feldolgozásban is, ugyanis Freud használja az álommunka fogalmát, ami azt jelenti, hogy a sokszor traumatikus élmény, ami feldolgozásra kerül az álomban, az nem nyíltan és közvetlenül ábrázolódik, hanem valamilyen transformációs folyamaton keresztül megy, és azt nevezi Freud álommunkának, és így tudja betölteni az álom azt a szerepét, hogy miközben lereagálja, kielégíti azokat a vágyakat, ami az álomban megjelenik, mégsem mutatkozik meg annak a félelmetes és sokszor szorongáskeltő ereje azáltal, hogy az ember valahogy érzi azt, hogy ő róla szól, de mégsem tudja, hogy mit jelent. Maximum akkor, amikor felébred és elkezdi elemezni, de az álom közben általában nem tudja. Na most, hogyha nem sikerül ezt az optimális esztétikai távolságot megteremteni a műalkotásban, a szublimációban, akkor az illető újra traumatizálja magát a feldolgozás során, ahogyan például Sylvia Plath csinálta szerintem az Üvegbúrában, illetve hogyha az álommunka sem sikeres, vagy az álommunka sem tudja ezt az átalakító folyamatot megfelelően elvégezni, akkor viszont rémálom jön létre, mert megmutatkozik az álomtartalomnak a traumatikus oldala, és az illető felébred, és nem tudja tulajdonképpen az én megvédeni saját magát. Tehát tulajdonképpen ezért válhatott annyira fontos személyé vagy életművé Szondi számára ez a Dosztojevszki, tehát ezek a Dosztojevszki regények és a Dosztojevszki életmű, és tulajdonképpen ezt úgy foglalhatjuk össze, hogy itt nagyon szorosan összefonódott egymással a befogadás és az alkotás. Tehát úgy tudott ő átdolgozni mélyebb szinteken egy traumatikus eseményt, hogy befogadott valamit, ami áttételesen kapcsolódott ehhez az élményhez. Ugye Norman Holland, pszichoanalitikus irodalom kritikus írta le ennek a fázisait, a befogadás, mint viszontáttétel. Ugye a viszontáttétel az egy pszichoanalitikus fogalom, ami arra utal, hogy a terapeutának is keletkeznek tudattalan érzései vagy rezdületei a páciens irányába. Hát ugye itt a páciens az az elképzelt kliens, ahogy Erikson mondja, tehát hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az illető ebben a befogadási folyamatban nyitottá válik arra az életműre, kiszelektálja tudattalanul a hozzászóló részeit, abba belevetíti a fantáziait, és azokat transformálja valamilyen produktummá, egy értelmezéssé, és ez maga a kreatív aktus, ez a transformáció, amely létrehozza a kreatív produktumot, művészi alkotás, tudományos elméletet, ami rólam is szól, de van egy általános értelme is. És ugye erre mondja a Diltej, hogy mások megértése révén gyarapodik a történeti tudás. Tehát az, ahogyan megértjük azt az egész szemét, az valami univerzális, ami általános emberit is megragad számunkra. Ugye ezért szokták az egzisztencista filozófiában az egyéni egyetemes kifejezést használni, hogy hogyan mutatkozik meg az egyéni ember sorsában az univerzális emberi sors. És hát tulajdonképpen ebben a folyamatban nem csak egy kreatív produktum jön létre, ami hozzájárul a kulturális fejlődéshez, és ugyanúgy segíteni tud majd a követőknek és az alkalmazóknak a saját személyes válságaiknak az átdolgozásában, ahogy Szondi Lipót is a saját kreatív énje kibontakozásán keresztül lendült túl ezen a válságon, és alakította ki a saját identitását és hivatását, mert hogy ebben a folyamatban, ahogy Otto Rank mondja, nem csak a művészeti produkció gyökerénél, hanem az élet és önmagunk megtapasztalásánál is ott van a kreativitás, ami ezek szerint egy egzisztenciális jelentőségű dolog. És azt hiszem, hogy akkor most be is fejezhetjük, bár még vannak anyagaim, de ebbe már nem mennék bele. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, és akkor azt gondolom, hogy most van lehetőségünk még a esemény végéig beszélgetni, hogyha felmerültek kérdések. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A rendkívül
élvezetes, gazdag lelket és szellemet tápláló előadást, és az előadáshoz méltó tolmácsolást. Amíg megérkezünk, illetve visszaérkezünk ide, addig szeretném mondani, hogy ennek az élménynek a feldolgozását és átdolgozását segíti Zoltánnak a nagyon gazdag életműve, ami hát 80 publikációt tesz ki, ebben vannak könyvek, könyvfejezetek, különböző magyar és nem magyar nyelvű tanulmányok, magyar és nemzetközi konferencia előadások. Kifejezetten ehhez a mostani élményhez két kulcs publikációt szeretnék említeni. Hát itt ezek, hogy mondjam, otthonosan mozognak ezek a fogalmak. Az egyik, az egy 2018-as Szondi Lipótról és az egzisztencializmusról szóló publikáció, a Talasszában jelent meg. Jól emlékszem? Imágó Budapest. Illetve, bocsánat, igen, tehát az Imágó Budapest a Talasszának az utód. Igen, akkor megjelent egy Szondi Lipót. És ott volt egy Szondi Lipót szám, és abban olvasható a Szondi Lipót és az egzisztencializmus, tehát ez kifejezetten erre fókuszál. És egy, én most ebből, hogy mondjam, töltekeztem és készültem ehhez az előadáshoz. A Káron folyóiratnak a 2021/2-es számában van az a tanulmány, ami tulajdonképpen ennek a mostani előadásnak az anyagát felöleli, kibontja, és ott mindent vissza lehet keresni, amit itt most hallgattunk, úgyhogy nagyon sok szeretettel és ajánlom a figyelmükbe ezeket a mindkét írásokat. Ingyen letölthető. Letölthető, tehát a Imágó Budapest 2018-as Szondi száma és a Káron folyóiratnak a 2021/2-es száma. És nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltak és meghallgatták ezt a nagyon lenyűgöző előadást, és hát várjuk a kérdéseket. Nehéz megszólalni. De... Még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogy ugye a tudományos kritikai gondolkodásunk berzenkedhet az ellen, hogy hogyan lehet általános elméletet megfogalmazni egyetlen esetnek a tanulmányozásából, vagy megragadásából. Ugye ennek az egyik lehetséges válaszunk ez az egyedi egyetemes fogalma, amit Kierkegaard úgy fogalmazott meg, ezt hadd olvasom, ezt nagyon szeretem ezt a részletet és a hallgatóimat, és mindig szoktam gyötörni vele, amikor azt írja Kierkegaard, hogy idővel az ember beleun az általánosról és megint az általánosról szóló örökös locsogásba, ami a legfárasztóbb unalmassággal ismétlődik. Vannak kivételek, ha ezeket nem tudjuk megmagyarázni, ez nem sikerül az általános esetében sem. Általában nem veszük észre ezt a nehézséget, mert az általános sokkal inkább unott felszínességgel, mintsem szenvedéllyel szemléljük. Ezzel szemben a kivétel az általános energikus szenvedélyességgel gondolja el. A kivétel tehát az általánost is önmagát is állítja, és ha az általánost alaposan tanulmányozni akarjuk, akkor pusztán egy jogos kivétel után kell néznünk, a sokkal világosabban mutat meg mindent, mint maga az általános. Mindenben hiszek, és ezért foglalkozom pszichobiográfiával, és ezért gondolom azt, hogy nagyon megvilágító erejű az is, amikor az ember páciensekkel foglalkozik hosszú időn keresztül, mert hogy nem csak azt az adott pácienst ismeri meg mélyen ebben a folyamatban, hanem lesz egy ilyen mély egzisztenciális meglátása is arról, hogy hogyan alakulhat az ember sorsa. A másik, ami szintén nagyon izgalmas, hogy korántsem egyedi esetről van szó Szondi munkásságával kapcsolatban, ugyanis, hogyha megnézzük azokat a személyeket, akik közül jó néhány felbukkant a mai előadásban, akkor bizony hasonló tapasztalatokat tudunk szerezni. Tehát ezeknél a személyeknél mindenhol ott van a háttérben élményként, traumaként, meghatározó hatásként az apa halálának és annak a feldolgozási folyamatnak a jellegzetessége. Például csak hagyj emeljem ki Freudot. Ugye, aki akkor kezdett álmokkal foglalkozni, amikor meghalt az édesapja,
mert akkor már ő maga is neurotikus tüneteket kezdett produkálni, és tudta, hogy a neurózis az a tudattalamból ered, tehát valahogy fel kell tárni a tudattalan. De mivel ő volt az egyetlen pszichoanalitikus akkor a világon, nem fektethette saját magát a saját díványára, hogy asszociáljon saját magának, hanem valami más kellett keresnie, és így bukkant az álmaira, amit egyébként már a páciensek is elkezdtek spontán a szabad asszociációikba behozni, és Freud felfedezte, hogy nem csak a tünetek, hanem az álmok is ugyanúgy visszavezethetők személyes belső tapasztalatokra, mint a tünetek, és így 1896-tól 1900-ig ő egy mély önanalízist folytatott, és az Álomfejtés című könyv, a pszichoanalízis alapszövege, az gyakorlatilag ennek az önanalitikus folyamatnak a lecsapódása, egy tudományos nyelvezettel megírt önvallomás, amelynek az álom példái jelentős részben a saját álmaiból származnak. És tulajdonképpen, ahogyan Freud feldolgozta a saját krízisét, az apja elvesztésének a krízisét, az az ő tudományos kreativitásának a kibontakozása formájában történt meg, amiből ugyanúgy létrehozott egy mindenki vagy mások számára is használható pszichoterápiás módszert vagy elméletet, ahogyan Szondi a sorsanalízissel is ugyanazt megcsinálta. Tehát tulajdonképpen nem egyedi esetről van szó, hanem nagyon sokszor ugye a pszichobiográfiai megközelítés pont ezeket a személyes aspektusokat tudja kimutatni, és ezért lesz annyira megragadó és annyira izgalmas az egész, mert hogy ezek a kivételek azok, amik energikus szenvedélyességgel mutatják meg az egyénnek a küzdelmét az élet kihívásaival, és ezért van az, hogy ez sokkal mélyebben hat az emberre, mint amikor mondjuk ilyen általános elméleteket vagy kutatási eredményeket olvasgatunk. Hát legalábbis rám sokkal mélyebb hatása van, és az én pszichológussá válásámhoz ezeknek a dolgoknak volt fontos köze. Ja, és itt van egy vicc is. De ez csak angolul működik. Ugye ott is ott van, hogyha összevonjuk a kettőt, akkor hogy miből származik az érdeklődés a vallás, meg a egyéb kérdések iránt. És hát ugye itt a vicc az nem véletlen, mert mindig valami nagyon fontosat mutat meg, és hát Szondi is hangsúlyoz, hogy a nyelvi megfogalmazás az a legmélyebb összefüggésekre tud rámutatni. Parancsolj ezt, bro. Hogy? Igen? Igen? Nagyon érdekes dolgot mondasz, hogy Bálint Mihály, van egy nagyon érdekes írás, az a cím, hogy parapszichológia és gyógyítás, amelyben nem a parapszichológia mellett tesz hitet, hanem csak leírja azt, hogy a különböző analitikus folyamatokban gyakran felbukkannak olyan jelenségek, amik parapszichológiai jellegűnek tűnnek, és ebben a cikkében leírja, hogy 1938-ban, amikor a Szondi teszt még kísérleti fázisban volt, de már hozzáférhető volt, és őt is nagyon érdekelte, csinált egy olyan kísérletet, hogy felvette azt egy lányjal, meg a testvérével, anélkül, hogy ők bármikor találkoztak volna egymással, és utána az egyik lányt megkérte, hogy válassza ki úgy a képeket, ahogy szerinte a testvére választotta volna ki, és utána összehasonlította Bálint Mihály a testvérnek a választásait, és a lány testvér azon választása, amit itt szerinte a testvér csinált, és valami 80%-os egyezést talált ebben, és azt mondja, hogy ez nem lehet véletlen. Szóval ez egy jó példa arra, hogy igen, ezek ott vannak, ezek a hatások. Jó, van-e esetleg még? Még esetleg gondolat, kérdés, élmény, amit szeretnének megfogalmazni, nem. Ha valakit érdekel Szondi Lipót elmélete, tudom ajánlani ezt az Ember és Sors című kis könyvet, ami 3 tanulmányt tartalmaz. Nagyon nehéz írások, de érdemes megbirkózni velük. Én ezt életemben már nagyon sokszor elolvastam, és el is fogom, mert minden egyes mondata
arany, vagy ül, vagy megvilágosító erejű. Úgyhogy ez egy jó bevezetés a Kései Szondinak a már erősen filozofikus elgondolásaiba. Illetve még ajánlanám a legutóbb megjelent könyvemet, ez 2020-as, ennek az a cím, hogy Homo Creativus, és ebbe is megjelent egyébként ez a Szondiról szóló, Szondi és az egzisztencializmus viszonyát taglaló írás, ez a Larmattan kiadó adta ki. És hogyha a tavasszal és az Imágó Budapestnek a számain mennek, ezek ugye mindig digitalizálva vannak a pszichobiográfiai írásokból is, a Csontvári tanulmány is ott megtalálható. Meg a Csát-Kosztolányi. Igen, is ott van. Tehát, Szalvador Dali, az volt az első. Nagyon sok mindent meg lehet találni, és szóval, hogy ez a rengeteg tudás, amiről most itt Zoltán tanúbizonyságot tett, rendkívül olvasmányos formában és érdekfeszítően, szóval tényleg nem tudja az ember letenni. Hát köszönöm. Szerintem ezt már mások is tapasztalták, úgyhogy nem tudom, András, mint aktív közreműködő valamilyen gondolat, amit szeretnél megosztani, vagy úgy? Hát nagyon sok, nagyon sok... Szépen és ihletetten olvastál. Köszönöm szépen. Engem nagyon sok mindenben megérintett Zoltán előadása, lévén, hogy ugye személyiségekkel és karakterekkel töltöm az életemet gyakorlatilag. És mint színház csináló, nagyon sok mindenhez tudok kötni abból, amit hallottam. Tehát, hogy én mindig abban hittem és abban hiszek, hogy egyrészt, tehát nyilván gyakorlati szakma miénk a színház csinálás, de egy nem, például Hamletet, mint ugye színdarabot is említetted, nagyon komoly elemzést igényel, azt gondolom, egy ilyen karakter színpadra vitele. És azt gondolom, hogy egy színházi előadás, legyen szó bármilyen műfajról, akkor tud igazán izgalmas, és akkor tud igazán húsba vágó lenni, hogyha az alkotók, a színészek, azok azzal foglalkoznak, hogy a saját maguk által megjelenített karakternek maximálisan igaza kell, hogy legyen. Tehát nem, ő maga, és teljesen mindegy, hogy kit formálunk meg, vagy milyen karaktert, negatívat, pozitívat, akár történelmi személyiséget, akit a társadalmi normák tükrén keresztül ugye lehet negatívnak titulálni, de ő, mint alkotó ember, a saját magam által megformált karakternek igazat kell, hogy adjak abban a két órában, vagy két és fél órában, amíg a bőrébe bújok. Az ítélkezést pedig, vagy a döntést, az pedig egy igazán jó színházi előadás, azt gondolom, hogy a nézőre bízza. És hogyha mindenkinek igaza van a színpadon, és mindenkinek célja van a színpadon, és hisz abban az utolsó, idézőjelben tett utolsó alabárdostól a királynőig, akkor tud igazán izgalmas és élő lenni az előadás. Én nagyon kíváncsi vagyok, András, hogy te hogy érzed, hogy ez a sok átlényegülési folyamat, amin a egyes szerepek megjelenési során átestél, hogy ez hozzájárult véleményed szerint az önismeretedhez, az önmagad megismeréséhez? Most jön majd a kanapé, ugye? Szóval, hogy közelebb kerültél dolgokhoz, vagy önmagadhoz ezáltal? Talán leginkább abban a 10 évben, amit Kati említett az elején, tehát amikor mint külső létrehozó tevékenykedtem, tehát a színjátszókör és színjátszókörök vezetése során, tehát ott azért voltak nagyon mély pillanatok. Tehát most amikor színész vagy, akkor nyilván elvárják tőled, hogy te valamilyen fajta rutinnal rendelkezzél, nem feltétlenül
jut idő, vagy lehetőség arra, hogy ott mély interjúkat, és nem tudom, miket csináljunk, de amikor egy látszólag kötetlen, vagy kevésbé kötött, vagy semmiféleképpen nem a szó picit pejoratív értelmébe vett professzionista színjátszásról beszélgetünk, hanem van időnk egymásra, akkor bizony nagyon nagy csodák tudnak születni. Úgy a munka folyamatban, amit egyébként én mindig nagyon-nagyon szeretek, mind aztán majd a kész, csúnya szóval élve termék eljátszása vagy színpadra állítása során. Van egy nagyon aranyos történetem, hogy még amikor régen pszichiátrián dolgoztam a Szondi teszttel, egyszer volt egy színész kliens, és soha életemben olyan sokáig nem tartott felvenni a tesztet. Ugyanis ő minden karakterbe beleélte magát, mindegyiknek elképzelte az életét, a karakterét, a habitusát, és míg ez a teszt 5-10 percig tart, kétszer kell fölvenni, nála egyszer felvenni is egy órán keresztül tartott. Én nem akartam őt megbántani, meg nem akartam neki semmit mondani, egyszerűen csak elmerültem abba, amit csinált, mert hogy ilyet még életemben nem láttam. Hmm. Tehát, hogy ez is egy érdekes találkozása volt Szondinak, meg a színjátszásnak. Nagyon szépen köszönjük. Talán úgy érzem, hogy ez ma egy jó találkozás volt a előadó és a közreműködő és a közönség között. És talán egy kicsit segített abban, hogy egy kicsit kívül helyezzük magunkat ezen a borzalmon, ami zajlik körülöttünk most már közel 2 éve. Következő hónapban, tehát februárban is várjuk Önöket, várunk benneteket. Február 18-án lesz a következő alkalom. Lubinszky Mária fog előadást tartani. A helyszínnel kapcsolatban és az időpont az nyilván 18 óra, a helyszín is valószínűleg itt lesz, de a helyszín véglegesítése miatt nézzétek a honlapon, kövessétek, hogy az hol lesz, de az időpont az február 18, az előadó Lubinszky Mária. És aki szintén az egzisztenciális szemlélet. Tehát tulajdonképpen valamiféle folytatása is lesz ennek az előadásnak, és mindenki nagyon vigyázzon magára, jó egészséget kívánunk, és nagyon köszönjük.